Vince napjához több időjárás jóslat is kapcsolódik. A borászok úgy tartották, hogyha fénylik Vince, megtelik borral a pince, hogyha csepeg vagy csorog, akkor kevés lesz a borod. De azt is megfigyelték, hogyha január végén enyhülés mutatkozik az időjárásban, akkor bőtermésben bízhatnak az év folyamán. A hagyomány szerint a szőlőültetvényeket szentelt borral vagy szentelt vízzel öntözték meg. Sok helyen papot is hívtak, és a tőkékre Isten áldását is kérték, hangsúlyozta Sinka Ferenc borász. Az egyik legnagyobb ünnep a borászoknak, mert ilyenkor metszik a szőlőt, tehát viccevesszővágás van, ilyenkor tudjuk megállapítani, legalábbis úgy gondoljuk, hogy mi lesz az elkövetkező évben. Ha nem lesznek nagy fagyok, akkor bízunk benne, hogy minden jó lesz, mert a mostani tapasztalat az, hogy a szőlőveszők meg a szőlőveszőkön lévő szemek is egészségesek, tehát nehezebb, komolyabb fagy még nem volt. A Vince napi borünnep Magyarországon is nagy hagyománnyal bír, mesélte Samu Ferenc borlovag. Vajdaságban első alkalommal vesznek részt ilyen eseményen. Szegedről érkeztünk, gyönyörű idő van. Örömmel fogadtuk a meghívást, tavaly kötöttük az együttműködési szerződést, tehát hogy a két lovag most már avatásokra, rendezvényekre együtt járunk, tehát kölcsönös a rendezvényünk, és részt veszünk kölcsönösen egymás rendezvényeink. A borászok és a lovagrendek az ilyen és az ehhez hasonló rendezvényekkel szeretnék a vidék borait, valamint a borász szakmát népszerűsíteni a térségben, emelte ki Bóni László borász. Tervezzük azt, hogy itt a szőlőben, mivel a hely az adott, szép a környezet, néhány bungallót fölállítani, és belevágni komolyabban a borturizmusba is. Tehát ez már megint egy plusz költség, ami a kiadásokat illeti, ennek a kiépítése, és ehhez viszont valami komolyabb támogatás kéne. Bízva abban, hogy a jó termést azzal is elő lehet segíteni, ha Vince napján bőségesen fogyasztunk, a vendégeket a pörkölt mellett finom borokkal is megvendégelték.